Április 24-e Sárkányölő Szent György napja, aki a lovagok, a lovaskatonák, a fegyverkovácsok és a vándorlegények védőszentje volt. A modern világban Szent György a cserkészek és a rendőrök patrónusa. Ezen a jeles alkalomból tartják meg a rendőrség napját országszerte, amelyen átadják a kitüntető címeket is. Bonyhádon Filóné Ferenc Cibolya köszönte meg a rendőrség munkáját. Az a kitartó és elhivatott munka, az a hivatás, ami az önök munkáját jellemzi, az gyakorlatilag egy városvezetőre is, meg egy városvezetésre is egyaránt jellemző kell, hogy legyen, különben nem végeznénk jól a dolgunkat, és bízom benne, hogy egymás munkájáról azért alapvetően elmondható, hogy ezt így gondoljuk. Hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom azt, hogy állampolgárként mit gondolok arról, hogy mi a legfontosabb a rendőrségi munkában, akkor azt úgy tudom megfogalmazni, hogy önök nap mint nap azért dolgoznak, hogy mi biztonságban legyünk. Filóné Ferenc Cibolya polgármestertől az év bonyhádi rendőrének járó elismerést Gyergyói Tamással ezredes, a bonyhádi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője vehette át. Szolgálatait 2020 óta teljesíti a városban. 51 fő van közvetlen az irányításom alatt. A teljes rendészeti szakterület, mindenfajta közlekedésrendészet, rendészet, bűnügy, minden, ami van, az a mi feladatunk itt jelen pillanatban. Közbiztonság megteremtése, rendezvények biztosítása, általános rendőri feladatok végrehajtása. Gyergyói Tamás kimagaslóan látja el feladatait, a közel 26 évnyi szakmai tapasztalattal a háta mögött, példaként állhat kollégái előtt. Nagyon sok újdonsággal találkoztam, ugye, mivel egy kisebb közösség a munkaterületén, eddig általában nagyobb kapitányságokon dolgoztam, de viszont minden dolognak az életben ennek is megvan a maga előnye, a maga hátránya. Én úgy gondolom, hogy egy kis közösségben sokkal jobban oda lehet figyelni egymásra, sokkal jobban lehet tenni egymásért, illetve azért a feladatért sokkal jobban oda lehet állni, amit szeretnénk végrehajtani. Elmondása szerint a rendőrség napján nem csak ő érdemel elismerést, hanem mindazok, akik szolgálataik során helyt állnak.